Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Arany 17 rendezvényközpontból, ahol Horváth Imrével beszélgetünk, a Magyar Szektorlabda és Asztali Labdarúgó Szövetség elnökével. A nagyteremben javában zajlik a Szektorlabda bajnokság. Mindenekelőtt azonban én azt kérdezném, hogy hogy épül föl ez a szövetség? Két szakágunk van. Eleinte mindent annak hívtunk, aztán kiderült, hogy még a csocsósok is magukat asztali labdarúgónak hívják. Ezért lett a magyar gonfoci a szektorlabda, és a brazil típusú gonfoci, ami nagyon elterjedt még a világban, az lett a 12 érintéses asztali labdarúgás. Mennyi csapat érkezett mai napon ide? 10 csapat alkotja az NB1-et. A csapatok 4 főből állnak, és az év során 4 ilyen verseny van, mint a mai, és akkor körbejátszik minden csapat egy-egy ellenféllel, és ugyanazzal az ellenféllel abban az évben már nem játszhat. Tehát végül is így mind a 4 tag játszik, az összes ellenfél mind a 4 tagjával, 4 felé elosztva. Föl lehet sorolni, ki ez a 10 csapat, aki most az NB1-be szerepel? Hát a bajnok a Komló, mivel ők kezdem, aztán a testvériség csapata, Szombathelyi Vasi, Kecskemét természetesen, a Szegediek, Komárom, hát az Evidencia házigazdák, Vác, és a testvériség második csapata is feljutott, a Kecskemét második csapata is feljutott. Székelyföldről, Marosvásárhelyiek jöttek. Ők részesei az NB1-nek? Kiterjesztettük Magyarországot Erdélyre is, hogy ott 2 jó klub van, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában. Csíkszeredaiak inkább a brazil gonfosziban erősebbek, a marosvásárhelyiek pedig megnyerték a másodosztályt, és most feljutottak az első osztályba. Érdekes módon az egyik tagjuk viszont a egyéni Európa-bajnoki cím védője. Tehát azért nem olyan gyengék, azért mert a másodosztályba játszottak, csak valahogy nem állt össze nekik eddig, és ők jó erőt képviselnek, és igazi magyarok, és nagyon, nagyon sportszerűen, barátságosan viselkednek, szeretjük őket nagyon. Ütött a fülemet ez az Európa-bajnokság, tehát ilyen szinten is megy ez a sport? Természetesen, a gonfoci az magyar eredetű játék. Jó sokáig csak magunkba játszottunk. 89-ben alakult meg a szövetség. Nem is tudta a bíróság, hogy mit kezdjen velünk, mert hogy nincs ilyen sporták. Hova jegyezzen be bennünket? Aztán addig győzkedtük őket, meg a testnevelési főiskola tanárainak átírtak, hogy mit szólnak a tanárok ehhez, hogy a gonfoci legyen sport, amit versenyszerűen játszanak. Itt bólintottak a tanárok, hogy ők is úgy gondolják, hogy nyugodtan lehetünk, mi kell hozzá, ügyesség, figyelem, jó szem, taktika. Tehát végül is olyan sporterények kellenek hozzá, mint minden olyan sportákhoz, ami nem fizikai erőn alapul. Mondjuk egy darts, vagy biliárd, vagy más elismert sportágokhoz nagyon hasonló az igazi szektorlabda sportembernek a tulajdonságai, amitől eredményes tud lenni. Akkor már kezdtek így többen külföldre jönni, akkor csináltunk egy értekezletet, megalapítottuk a nemzetközi, akkor még asztali labdarúgó szövetséget. Bíró nem jegyezte be, mert kifogásolt az alapszabályt jogosan, nem jót írtunk, de aztán belemerültünk a vitába, hogy mit javítsunk ki, mit nem. Nem akarta bejegyezni, akkor az ügyész támadta meg, hogy nincs is ilyen sportág, nem mondtuk, hogy de van. Ha nincs, hogy húztak egy vonalat, és többet semmilyen sportág már nem született. A jetski elmúlt 100 évben ugye nem lehetett, mert nem is volt jetski. Így van. Hát az élet halad előre, és akkor hiába akadékoskodtak az ügyészek, csak előbb-utóbb beegyezték a Nemzetközi Szövetséget is. De mi ezt nem vártuk meg. 94-ben csináltunk már egy ilyen nyílt Európa-bajnokságot. Rengeteg sztori volt. Nem akartuk, olyan kevés ország legyen, és próbáltuk a Budapesten tanuló külföldi diákokat megfertőzni. Mentünk olyan kollégiumba, ahol nagyon sok külföldi volt ilyen-olyan országokból. Hogy képzeljük magunk elé most egy 21. század embere, aki ebbe a rohanó világba és modern technikába tengeti a mindennapjait, a szabályokat, hogy épül fel ez a sport tulajdonképpen? Hát van jó hírem, meg van rossz hírem is. Egyszer hazafelé mentem Budapesten a metron, és kíváncsi voltam, hogy hányan piszkálják a telefonjukat. Este 10 óra körül volt, mert elég késő. Lehettek vagy 30-an a kupéba. Igazából volt egy szerelmes pár, azok csókolóztak. Volt egy részeg, aki el volt dőlve és aludt, mindenki más nyomogatta a telefonját. Tehát ez egy életveszély, hogy ugye mindenféle jó programok vannak benne, és hát jól szórakozik.
De van egy olyan réteg, aki magával szemben igényesebb, és azt mondja, hogy igen, jókat játszok ezekkel a programokkal, de van egy határ. Ami a programban nincs benne, azt ő nem tudja megcsinálni. Már pedig a sport az egy olyan dolog, hogy ott nincs határ, hogyha most nem tudom mennyi a magasugró világcsúcs, de mit tudom én, most 5 méter, és én nagyon sokat edzek, akkor majd átugrom az 5 méter 10 centit. Senki nem szab nekem határt. A program határt szab. És ebből szabadul ki, hogy a gomfociba oda áll a két ember, mint a sakba, ugyanannyi bábúja van, ki az ügyesebb. Ki a ravaszabb, kell egy kis taktikai ravasság is, kinek jobb a szeme, kinek ügyesebb a keze, és az nyer, nem a program. Ezt a réteget tudjuk elcsípni, de minden sportágnál azt hallom, hogy panaszkodnak, hogy nagyon fogynak a fiatalok, mert mindenki rá van kattanva az ilyen technikai őrületekre. Ez egy ilyen világ, ezt a... Nem muszáj tudomásul venni, lehet harcolni ellene, de hát ő választotta, neki azt tetszik, hát most mit csináljunk vele. Úgyhogy szűk a réteg. Mondjuk a profi futball azért elég sok nézőt elvisz, bár itt jegyzem meg zárójelből, hogy kétféle sportág létezik szerintem. Lehet sokféleképpen csoportosítani, fizikai, ezt ellenmi. Én azt mondom, hogy van amelyiket nézni jó, és van amelyiket csinálni jó. Nem bántalak meg, hogy a profi futball az nem nekünk való. Így van. Viszont konfocizni nyugodtan odállunk, és egy jót játszhatunk, és még akár bajnokok is lehetünk. Mindenhol megvan a maga szépsége, profi focit nagyon szeretem nézni, nem minden sportágot szeretek nézni, valamelyik számomra unalmas. És megjegyzem a gonfoci nézése is. Nekem unalmas, mert én mennék oda és csinálnám. Hát ez nem nézni jó. Egy-két ilyen bajnoki döntőt esetleg, de az, hogy bemenjek egy terembe és egész nap azt nézem, hogy mások gonfociznak, azt nem. Nem, oda akarok menni és én is akarok játszani. Játszok, amíg tudok. Meddig tart egy mérkőzés? 2x13 perc. Nagyapáink nem tudtak megegyezni, hogy 15 vagy 10 perc legyen a fél idő. És akkor ők még tudtak kompromisszumot kötni egymással. És senki ne sértődjön meg, akkor 13 perc. Akkor elindul a játék, van egy kezdőrúgás, és akkor... Igen, akkor lenyomjuk az órát, és azt számol vissza. Látványos, hogy lehet látni, hogy telik az idő. 13 percnél megszólal az óra, abban a pillanatban még egyet lőhet az, aki éppen lövésre volt jogosult, mondjuk épp kapura akar lőni, na még azt elvégezheti, de már többet nem lépünk. És a labdát fölváltva érintik? Egyszer éljövök, egyszer teljössz. Gólt elérni az ellenfél tér feléről lehet. Ha csak ennyi lenne a szabály, akkor én átrugom a túloldalra, hogy ne kapjak gólt, ő átrugja nekem, hogy ne kapjon gólt, így nem sokra jutnánk, de a fociban is van passzolás, itt is van passzolás. Most fogunk gonfocizni. Ez lesz a labda, ez meg a két játékos. Igen. Én a labdát olyan közel passzolom a másik játékosomhoz, hogy 4,5 centin belülre kerül. Ezt egy kis mérőszerszámmal lehet mérni. Ez volt, hogy mindig fölkiáltottak többször, a szektor. Pont ideilleszkedik az egyik fel a játékos, a másik meg 5 centit mér a játékost számítva. Mm. És ha érinti ez a mérőszerszám a labdát, akkor ezzel, amelyik kapta a paszt, még egyet léphetek. És ha ezzel is a labdát úgy lövöm meg, hogy ugyanannak a másiknak, vagy a harmadiknak, vagy a negyediknek megint odarúgtam a labdát, ilyen 4,5 centin belőle, akkor azzal megint léphetek egyet. Végig lett passzolni egész pályám, de csak addig passzolunk, míg át nem érünk a túloldalra. És ha jó helyzetben van, kapu felé néz ez a szektorhelyzet, akkor már lövünk is mindenhonnan, nem várjuk, hogy közelebb kerüljünk. Félpályáról is tudunk ott lenni. Aki ügyes, a szektor tud adni, onnan már csak azon múlik, hogy a kapus mellett vagy fölött belövi. Ellenfél bárki lehet, akár mekkora játékos, az ki van szolgáltatva annak, hogyha én adtam egy szektort, lövök kapura, lerakja a kapusát, onnantól rajta múlik, hogy belövöm, vagy nem lövöm be. Kijön a tudás. Döntetlen? Az is van, persze. Hát, vagy nem lő egyik se volt, ugyanannyit lőnek, akkor meg döntetlen. Ugye mai nap lezerelik a forduló, mit hoz majd a vasárnap? Vasárnap új helyzet lesz, az egy egyéni versenyt rendeznek. Ez most az NB1-es csapatbajnokság ezzel a 10 csapattal, akik feljutottak, ugye, mint Marosvásárhely is. Ez a 10 csapat fog ma játszani, és még az idén háromszor összejövünk egy-egy hétvégén. Egyszer Szegeden, egyszer Komlón, Szombathelyen egyszer, és Komárommal együtt ez a 4 forduló. A holnapi nap a gonfocizók régi vezetője Tóth Tibor emlékére van, aki elhunyt, de játszunk egy teljesen különálló egyéni versenyt. Annak is van jelen
jelentősége, mert ugye a válogatottba be kell kerülni, úgy lehet kijutni az EB-re, VB-re. A keretbe úgy lehet bejutni, hogy egész évben az egyéni versenyeken megnézzük, hogy ki hol végzett. Aki a bajnok lett azon az adott versenyen, az kap 21 kvalifikációs pontot. A második helyezett, az kap 18-at, a harmadik 16-ot, és így megyünk lefelé. Akik nagyon hátul végeztek, azok már nem kapnak pontot, és év végén összeadjuk ezeket a pontokat. És akinek a legtöbb kvalifikációs pontja van, az első 8 alkotja a válogatottat. Addig nincs is szövetségi kapitány, mert semmi beleszólása nincs. Aki sok pontot összegyűjtött, az a keret. Na onnantól, ha majd elmegyünk a világbajnokságra, majd akkor a szövetség választ egy kapitányt, aki az egyes meccsekre figyel oda, mert 4 tagú a válogatott, tehát abból a 8-ból mindig az aktuális 4-et, akit ő gondol, összeválogatja, és az képviseli az országot. Bízom benne, hogy jót mondok, hogy nemzetközi szinten mi magyarok vagyunk a legjobbak. Kik azok, akik még jók ebben a sportágban? Hát el szoktam mondani, hogy a magyar válogatott minden EB-t és VB-t megnyert, egy kivétellel egy világbajnokságot, de akkor is a magyaroktól kaptunk ki. Az hogy lehet? Marosvásárhelye. Így szép. Kik azok, akik jók még így nemzetközi porondon? Brazilok nagyon jók, a szerbiaiak is jók, itt is van most egy szerbiai fickó. Talán még beelőzik a brazilokat, de nagyon közel. A brazilok rengeteget fejlődtek. 2007 óta ismerjük egymást. Ők akkor ismerkedtek meg a mi gonfocinkkal, és mi az övékével. Hát az nem egy hosszú idő, de megbeszéltük, hogy mind a ketten a saját országunkban népszerűsítjük a másiknak a játékát, és mi is megfogadtuk, ők is tartják magukat, úgyhogy próbálunk, de ügyességben már kezdenek utolérni, taktikában nem. Ahhoz kell idő, meg rutin, meg nem is tudom, aztán öröklődik, vagy nem is tudom, a vérrel, vagy hogy van. Tehát taktikailag meg kajáltatjuk őket, de rettentő ügyesek, megkockáztatom, tám még ügyesebb kezük van, mint nekünk. Nagyon finom kezük van, ügyes társaság. Hatalmasokat tudnak üvölteni a gótlani. Mikor már remélek, nyilván akkor már remélek, a két szurkolónk, a válogatottért mikor szurkolhatunk majd? Idén lenne Európa bajnokság, és nagyon számítottunk egy támogatóra, aki visszamondta. Úgyhogy új helyzet van, nem olyan bonyolult a dolog, mert végül is egy termet kell béreljünk. Van egy terem, pályáink vannak, azzal nincs probléma, jó minőségű pályáink vannak. Bepakoljuk a pályákat, meghirdetjük, hogy ide kell jönni, és már megy a verseny. Tehát nem kell jeget gyártani, meg mit tudom én. Szóval nem egy bonyolult dolog. Ezért még keresik a helyszínt. Olyat próbálunk találni, ahol örülnek nekünk. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és hát sok sikert kívánok. Mai napon is, holnapra is, és a nemzetközi porondon is. Én meg Komáromnak kívánok a sikert, mert mindig olyan aranyos rendezők, úgyhogy nagyon jól érezzük itt magunkat. Köszönjük szépen. Én köszönöm.